A Fidesz-KDNP-s tangja Szegeden, amikortól csak lehetett, gyűjteni kezdték az induláshoz szükséges 500 érvényes aláírást. Az MSZP párbeszéd standja ugyanabban a városban, ugyanakkor ők sem vesztegették az időt. Több mint két hete kezdődött, és legfeljebb holnap délután 4-ig tarthat az aláírásgyűjtés. Ma reggelig több mint 1600 jelöltet jelentettek be a választási irodának, másfélszer annyit, mint 4 éve ilyenkor. Most mégis kevesebben maradhatnak versenyben. A Hódmezővásárhelyi polgármester választás után a nagyobbik kormánypárt elnöke sem zárta ki a teljes ellenzéki összefogást. Ez meg fog ismétlődni az ország számos választókerületében, az is lehet talán, hogy mindben, vagyis a végén oda egyszerűsödnek majd a dolgok, hogy az ellenzéki oldalról egyetlen jelölt marad majd talpon, a többiek valamilyen megoldásban, úgyhogy minek nevezik ezt, koordinációnak vagy visszalépésnek, de el fognak tűnni a színről. Országos listát az a párt állíthat, amelyik 9 megyében és a fővárosban is képes jelöltet állítani, összesen 27-et. Akik mind a 106 választókerületben indítanak valakit, a legtöbb állami pénzt költhetik plakátra és szórólapra, csak nem 600 millió forintot. Így néz ki az új kampánytámogatási rendszer, sávos. Akik például csak 54 jelöltet állítanak, kevesebb, mint 300 milliót kapnak, és ha ebből akár egy valakit is visszaléptetnek, a felét, csak nem 150 milliót vissza kell majd fizetniük. Hát ez azért van, mert a törvény az sávosan határozza meg a kampánytámogatás összegét. Ezért egyetlen pártnak sem, és hát ez különösen igaz a kis ellenzéki pártok esetében, nem mindegy, hogy hány egyéni választókerületben tudnak jelölteket indítani. Valamennyi pártnak, de megint különösen igaz a kis pártokra, létkérdés az állami kampánytámogatás összege. Az Együtt például úgy számol, 49-50 jelöltet állítanak a holnapi határidőig. Azt ígérik, visszalépnek, ahol más ellenzéki induló az esélyesebb, de nem korlátlanul. Azt mondják, 27 körzetben muszáj elindulniuk, különben bukják az állami támogatást és az országos listát. Mi tudjuk ebben, hogy mi a kötelességünk a Fidesz legyőzése érdekében. Annyi van, hogy a Nemzeti Választási Bizottság döntése alapján nem leszkíroztuk meg a teljes kampány támogatás és a teljes országos lista elvesztését, tehát nyilván 27 egyéni választókerület alá nem megyünk. Legkorábban holnap után derül ki, kinek és pontosan hány jelöltje indulhat a választáson. A visszaléptetésekről azután dönthetnek az ellenzéki pártok.